Lelkesen rúgták a labdát a Tisza Talent Management ifjú tagjai augusztus 6-án. Sokan gyűltek össze vasárnap a szervezet pályáján azért, hogy megünnepeljék a röviden csak TTM-nek nevezett program 5. születésnapját. A szolgáltatás lényege, hogy egyesületektől független, személyre szabottan segítse a fiatal tehetségeket. Alapítója a DVSC és az Újpest egykori támadója Tisza Tibor. Egy picit arra gondoltam végig, hogy mi volt az a dolog, ami hiányzott nekem a pályafutásomból. És mivel nagyon sok olyan tényező volt, amit én nagyon fontosnak tartottam a futballban, és nem kaptam meg, ezért próbáltam egy olyan szervezetet, vagy egy olyan közeget létrehozni, ahol ezt megkaphatják a gyerekek. Gondolok itt a sportpszichológiára, coachingra, gerinc specialistával dolgozunk, mellette egyéni edzéseket tartunk, tehát sok olyan szegmense van, táplálkozási tanácsadás, amivel én azt gondolom, hogy tudjuk segíteni a fiatalokat, akár a gyerekeket, akár a szülőket is. A 2018 nyarán elindult tehetséggondozásban hetente mintegy 50-60 fiatal vesz részt. A kezdeményezés ebben a formában országos szinten is egyedülállónak számít. A korábban említett edzések és tanácsadások mellett pedig táborok szervezésével is segítik a résztvevők fejlődését. Az állandó tagok közül a legtöbben egyesületi szinten játszanak, céljuk pedig az, hogy profi labdarúgó váljon belőlük. Szerintük a TTM ebben komoly segítséget nyújthat. A legelejét óta tagok vagyunk, igazából mikor elindult azóta. Itt vagyunk, hát szerintem mindenben fejlődtünk. Fejben is, mentálisan is, és technikailag is. Én is 5 éve vagyok itt, ugye, 5. születésnap. Én is inkább a gyengébbik lábat technikailag is lehet fejlődni, tényleg mentálisan is, tehát mindenre segít, mindenben jó. A jubileumi ünnepségen különféle programokban mutathatták meg tudásukat a fiatalok, sőt a szülők is kipróbálhatták, milyen pontosan tudják eltalálni a kapu felső lécét. A legjobb rúgók pedig nem maradtak ajándék nélkül. Az eseményen különleges vendégként a Liverpool ifjú tehetségének, Szoboszlai Dominiknak az édesapja is részt vett, aki szerint a TTM-hez hasonló programok és a kemény munka együtt meghozhatja a kívánt eredményt. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat segíthet, mert mi is ugyanígy kezdtük. Szóval még annól a Phoenix-szel nekünk is egy kis műhely, sőt én vallom, hogy most is egy kis műhely vagyunk, és nem is akarunk nagyobbra nőni. Azt gondolom, hogy nem azon múlik, hogy mekkora bázisa van az embernek, hanem hogy milyen munkát végez el benne. A TTM legfőbb célja a következő években is a közösségépítés és az értékteremtés magán a sporton keresztül. Emellett nem tartják kizártnak azt sem, hogy később a labdarúgás mellett más sportágak tehetségeivel is együtt dolgozzanak.